Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Minden téren segítő kezet nyújt a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Csanádpalotán is intézményi átszervezések történtek. Jó hozamot értek el a méhészek a térségben. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat mozgalmas évet tudhat eddig a háta mögött. Hagyományőrző kirándulás, futballkupa és Roma Folkklub. Csak néhány azok közül a kezdeményezések közül, amelyeket sikeresen megszerveztek a képviselők és segítőik. Makóváros önkormányzatának legutóbbi rendes testületi ülésén Simon Zsolt alelnök tájékoztatta a grémiumot az elmúlt hónapok eseményeiről. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a történelmi hagyományok és a nemzetiségi identitás megőrzését, a nyelv ápolását, a tárgyi és szellemi kultúra megőrzését, gyarapítását és ennek szellemében végzi tevékenységét megalakulása óta. Az elmúlt időszakban például sportegyesületet is támogattak, mondta el Simon Zsolt alelnök a legutóbbi rendes testületi ülésen tartott beszámolójában. 2022 nyarán 200 000 forinttal támogattuk a Makói Budóklub ökölvívó szakosztályát, amit Kis Ferenc vezet. Ebben a szakosztályban több roma fiatal boxol, és jelentős eredményeket érnek el. Például körülbelül Ádám amerikai bajnok ezüstérmes lett. Ezentúl megrendezésre került augusztusban Tolerancia Kupa nevű sporteseményünk, ami egy labdarúgó kupa volt, és a megye több tájékáról is jöttek foci csapatok. Teljes mértékben közösség összetartó erő volt jelen. Emellett több mint 100 darab egyenként 5000 forint értékű vásárlási utalványt osztottak ki rászoruló fiatalok között. Szeptemberben egy háromnapos hagyományőrző kirándulást szerveztek Soltvadkertre, de a Roma Folkklubnak is nagy sikere volt a Nemzetiségi Önkormányzat Calvin utcai irodájában. Mindezeken túl az általuk megszervezett futballkupa is jó hangulatban telt. Simon Zsolt elmondta, egy új lehetőségnek köszönhetően az Ukrajnából hazánkba menekülők megsegítéséből is ki tudták venni a részt. 2022-es évben együttműködési megállapodást kötöttünk Ricse település önkormányzatával. Ez azért lehet érdekes, mert Ricse az otthon az ukrán határ mellett. És amikor kitört a háború, ugye elég sok menekült odaérkezett, azon belül rengeteg roma. És a romák azok dupla nehéz helyzetben voltak, még a határon sem nagyon tudtak átjönni. És közös erővel többi önkormányzattal összefogva ezeknek az embereknek az elhelyezésében, étkeztetésében, ruháztatásában is tudtunk segíteni. Mint elhangzott, a megye más roma nemzetiségi önkormányzataihoz hasonlóan a jövőben ők is együttműködnek majd a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitánysággal, hogy besegítsenek a határvadásztoborzásban. A csanádpalotai városvezetés is számba vette azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetik rezsiszámláikat. Perneki László polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat intézményeire egy korábbi pályázatból napelemeket helyeztek fel, ez segítség a mostani helyzetben. 9 helyen vannak panelek, amelyek javarészt biztosítják az áramellátást, a fűtés tekintetében azonban szinte mindenhol a gázra vannak utalva. Jelenleg ennek a területnek a racionalizálásán dolgoznak. A csanádpalotai önkormányzat összeállított egy tervet intézményeire vonatkozóan, amelyben meghatározták a rövid és hosszú távú megoldási lehetőségeket. Előbbivel kapcsolatban elmondható, hogy általánosságban az épületek nem használt helyiségeiben temperáló, tehát szintfenntartó fűtés igyekeznek tartani, és mindenhol el szeretnék végezni a padlásszigetelést, hiszen itt is rengeteg energia vészel. Ez vonatkozik többek között a bölcsödére, az óvodára, az iskolára és az idősek gondozóházára. Az orvosi rendelőbe egy szilárd tüzelésű kazánt állítanak be. Néhány esetben megoldható volt, hogy épületeket zárjanak be, és a szolgáltatásokat átköltöztessék új helyre. A nappali ellátást nyújtó idősek napközi otthona alkalmas volt ezek befogadására. Ez az az egyedüli épület, aki megfelel a takarékossági intézményeknek, tehát itt fogyasztás jelenleg 1900 ott történik visszatermelés még 3220, a fűtési módszer természetesen hőszivattyú, tehát ez aki megfelel az előírásoknak, és úgy gondoltuk, hogy
ebbe a épületbe helyezzük el a művelődésháznak a dolgozóit, a könyvtár dolgozóit, illetve a családsegítő dolgozóit, tehát ezt a három intézményt ideiglenesen bezárjuk. A művelődési ház nagy valószínűséggel egy felújításon fog átesni, így annak működése ebből kifolyólag is szünetel. A városháza épülete kétszintes és nagy belmagassággal rendelkezik, így itt is átcsoportosításokat végeztek, a felső szint egyharmadát lezárták, az apparátus a fennmaradó részben végzi tovább tevékenységét. Perneki László hozzátette, ha szükséges, akkor a munkarend megváltoztatását is felvették a lehetőségek közé. A tornacsarnok ügyében is folyamatos az egyeztetés a tankerülettel, hogy hogyan lehet gazdaságosan üzemeltetni a létesítményt. A polgármester hangsúlyozta, a hosszú távú megoldást szinte minden esetben hőszivattyúk beszerelésében látja az önkormányzat, de van olyan épület is, ahol a napelemek többlettermelése miatt hűtő-fűtő klímák beszerelésén gondolkoznak. A városvezetés a lakosok megsegítésére is kidolgozott egy tervet. Van egy olyan adottságunk, hogy több mint 300 darab üres lakás van, településen. Ezeken a területeken utcán, udvaron, kertben, fák, sövények, bokrok nőtek több év alatt. Ezeknek a kivágására készülünk, és van egy gajaprító gépünk, azzal a gajat is összedaráljuk, és ezzel próbálunk a lakosságnak segíteni a fűtésanyagnak ellátásába. Ez mellett még be van adva egy pályázatunk light lombos tüvelőre, ami 387 köbméter fát jelent. Ez körülbelül november közepén végefele kapjuk meg, és még ebben az évben szeretnénk szétosztani. A polgármester hozzátette, a közvilágítási rendszert a közelmúltban ledes égőtestek beszerelésével modernizálták. Az ezáltal generált megtakarítás mértékét azonban még nem tudták érdemben kiértékelni. Pozitívum, hogy az elektromos áram tekintetében 2024. december 31-éig egy aránylag kedvező szerződése van életben a városnak. Rövid híreket láthatnak. Makkóváros önkormányzata október 6-ától kezdődően háztartásonként 10 darab zsákot biztosít a megnövekedett zöld hulladék mennyiségbe gyűjtésére és elszállítatására. Az ingyenes zsákok átvételének helyszíne november 2-ától megváltozott. Ezeket a hagymaház helyett a Városháza portáján lehet átvenni. Hétköznap 8 és 18 óra között tájékoztatta szerkesztőségünket a kabinetiroda. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége ismét pályázatot hirdet az Országos Fiatal Vállalkozói Díj elnyerésére. November 20-áig lehet jelentkezni vagy jelölni olyan fiatalokat, akik a saját vállalkozásukban sikereket értek el. A magas presztízsű díjjal azokat a vállalkozókat jutalmazzák, akik a fiatal koruk ellenére is eredményesek a gazdasági életben, valamint jó példaként szolgálhatnak a fiatalabb generációk számára. A díjra a legalább 3 éves sikeres saját vállalkozást működtető 18 és 40 év közötti természetes személyek, magyar fiatalok jelentkezhetnek vagy jelölhetőek. Az érvényes pályázati beadáshoz szükséges dokumentumok közé tartozik egy fényképes önéletrajz, minimum 1, maximum 3 oldalas pályázati anyag, amelyben bemutatásra kerül a jelölt, a vállalkozása és annak története, az elmúlt 3 év árbevétele, nyeresége és munkavállalóinak száma, hazai és külföldi sikerei, továbbá a vállalkozás társadalmi felelősségvállalásának alapja. A pályázatokat PDF formátumban a titkarság@fivos.hu e-mail címre várják a fenti határidő lejárta előtt az év fiatal vállalkozója díj tárgyal. Az eredmény hirdetésre és a díj átadására a Fiatal Vállalkozók Hete rendezvény keretein belül november 25-én kerül sor a konferencia sorozat ünnepélyes lezárásaként. Továbbra is igénybe vehetik az iskolák és óvodák a könyvtári és múzeumi pedagógiai foglalkozásokat, azonban most ezeket kitelepítették az oktatási és nevelési intézményekbe. Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója elmondta, kollégái élményszerű előadásokkal készülnek. A modern komplexum nem csak bibliotékaként funkcionált, hanem közösségi térként is, amely könyvbemutatóknak és kiállításoknak adott otthont. Továbbá könyvtári és múzeumi pedagógiai foglalkozásokra is lehetőség nyílt. Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója kitért arra, hogy az intézmények ideiglenes bezárása ellenére ezek a szolgáltatások továbbra is élnek, és szeretnék ezeket folytatni, alkalmazkodva a helyzethez. A két kollégám, a Rozsnyai Éva és a Csengeri
Kornél Szabó Éva, mint múzeum- és könyvtárpedagógusok. Már elkészítettek, összeállítottak egy menüsort. Milyen foglalkozásokból, milyen kis könyvtárpedagógiai vagy múzeumpedagógiai szolgáltatásokból lehet választani. Ezt kiküldtük az iskolákba, óvodákba, középiskolákba is, és minden pedagógust, minden igazgatót arra biztatok, hogy nyugodtan hívjanak bennünket. Mert hogy utazó könyvtár és utazó múzeum ilyen már a világon van, meg volt is. Nagyon rugalmasak a kollégáim, mindent meg tudunk oldani, és hát én azt gondolom, hogy a személyiségek a fontosak, és a tartalom, amit viszünk. Hozzátette, talán a téli időszakban egyszerűbb is lesz az iskoláknak és óvodáknak, hogy nem nekik kell a gyermekekkel elsétálni a kulturális intézményekbe, hanem a kollégák mennek hozzájuk, és akár több foglalkozást is meg tudnak tartani egy nap. Az élményszerűsége meg lesz, a helyszín változik, és hát mindenkit arra biztatok, minden oktatási intézményben dolgozó pedagógust, hogy vegyék igénybe, nézzék meg, mert nagy-nagy örömmel és szeretettel készülnek a kollégák, és megyünk ki, és tartunk foglalkozást jeles napokhoz kapcsolódóan, de bármilyen témában keressék őket, úgyhogy ebben is így tudunk szolgáltatni egy épületen kívül. Mint kiderült, már érkeztek megkeresések, amelyet örömmel teljesít majd Rozsnyai Éva gyermekkönyvtáros és Csengeriné Szabó Éva múzeumpedagógus. A nagy aszály ellenére a méhészek egészen jó hozamot tudtak elérni a térségben. A repce, napraforgó és akácmézből idén sem lesz hiány, így érdemes a helyi termelőket felkeresni és tőlük beszerezni a minőségi, egészséges nedűt. Batik Vilmos méhészt kérdezte szerkesztőségünk az idei mészhozamról, aki megosztotta tapasztalatait és meglátásait. Miszerint a méhek jól teleltek, majd jött egy hűvösebb március, amikor a beporzók nem fejlődtek úgy, mint ahogyan azt a méhészek szerették volna. A növényekre is igencsak nagy hatása volt az időjárás és a szárasság. Hát a repcék nem nőttek, a szárasság, az félelmetes asszály véget, de aztán április végén csak lett egy pici kis csapadék, és azért repce mézet, hát olyan átlagos szinten tudtunk örgetni. Azt követően, hogy az asszály továbbra is, mint tudjuk, ugye ez nagyon kemény volt az idei évben, azt követően, hogy az alsó akác, illetve a felső akác is, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jól teljesít, tehát jó hozamokat értünk el. Érdekes jelenség volt az idén, hogy az asszály hatására Az a méz, amit pörgettünk, az korábban ugye 18-20%-kal szokott már érett méz lenni, és annyira kevés, tehát 14,5-ös vizeket is mértünk, tehát rendkívül sűrű volt az idén a nektár. A szárasság végig rányomta a bélyegét a méhecskék vándoroltatására, jegyezte meg Batik Vilmos. Szó esett arról is, hogy próbáltak olyan napraforgókat keresni, amelyek mézelnek. Már csak azért is, mert ez a dandár növény. Mint kiderült, Békés megyében aggasztó volt a helyzet, de sikerült olyan területeket találni, ahol a bogarak sikerrel jártak. Így elmondható, hogy jó eredmények születtek. Összességben úgy gondolom, hogy a méhek jók voltak egész nyáron. Itt ami a számunkra, ami aggasztó lehetett, a virágpor hiány, ami aztán később időszakra jellemző volt, hogy ezt hogyan hidaljuk át, illetve most ez a relatív későn jött csapadéknak azért lett annyi hozadéka. Tehát mi a telelő méhállomány miatt is aggódtunk, hogy hogyan fogunk így neki menni a következő szezonnak, hogyha abszolút nincs virágpor. Tehát ezt próbáltuk ezzel azzal helyettesíteni, de nyilván a találtak véletlen a természetbe kint, azt részesítették előnybe. A mészhozamok azok nem voltak rosszak szerintem. Itt sikerült, én is elvándoroltam messzire, öntözött napraforgóra, és ugye ott azért az nem szerepelt rosszul. Az árak tekintetében pedig el lehet mondani, hogy nem tapasztalható olyan nagy drágulás. Vannak gazdák, akiknek a költségei megugrottak, azok természetesen emeltek, de akad olyan is, aki megpróbálja tavalyi árlista szerint kínálni a természetes és egészséges édesítőt, nedűt. Végezetül egy felhívás. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezete szerint elfogadhatatlan, hogy a Continental gumigyár továbbra sem becsüli meg a makói, valamint a térségben élő dolgozókat, az őket képviselő szakszervezettel pedig az erő és a megfélemlítés nyelvén beszél. A Continental ma a térség legrosszabb munkáltatója, mert továbbra is képtelen felismerni, hogy a makói dolgozó munkabírása, ereje és tudása érték, a bizalma megtiszteltetés, de a türelme nem
nem végtelen. A Fidesz továbbra is mindenben a makói gumigyárban dolgozók mellett áll, és segíti az érdekeiket védő szakszervezetet. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Minden téren segítőkezet nyújt a makói roma nemzetiségi önkormányzat. Csanádpalotán is intézményi átszervezések történtek. Jó hozamot értek el a méhészek a térségben. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Társalgó című színes, kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Később a Hét Híre című hírháttér magazinunkat tűztük műsorra, ezután a Szomszédvár című turisztikai magazint láthatják, végezetül pedig egy Makóról készült turisztikai kisfilmet tekinthetnek meg. Kedves nézőink, ez volt a november 3-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!